Mint a lett Európában a magyar rezsicsökkentés és az ársapka. A magyar kormány válságkezelésének hatékonyságát és infláció hatását már a szinte valamennyi állam elismeri, és a legtöbb valamilyen módon követi is hazánk példáját. A csökkentésnek köszönhetően évente több mint 2 millió forint marad a családoknál, az autósok 13 hónapig 480 forintért tankolhattak, az alapvető élelmiszerekre vonatkozó ástopot pedig április 30 ig meghosszabbította a kormány. Zoltán. Az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány vezető kutatója Pásztor Szabolcs, a vendégem jó estét kívánok. Jó estét kívánok. A háború nyomán kialakult gazdasági helyzetre, a kormányok próbálnak válaszokat találni, arról már többször beszéltünk mi is itt a stúdióban, hogy a tankönyvi példák, ilyenkor azért nem nagyon működnek mindenki próbál a saját mozgás terén belül a legjobb megoldást megtalálni. Amit a magyar kormány tett az elmúlt hónapokban. Annak milyen eredményei vannak, az látható már? Tulajdonképpen a nem mindennapi idők, azok nem mindennapi megoldásokért kiáltanak, és ugye láthatjuk a klasszikus magyar eseteket, vagy a magyar példákat, próbált a kormányzat, meg próbál a kormányzat beavatkozni a klasszikus piaci folyamatokba, például úgy, hogy árakat rögzít, különböző területeken szabályoz, különböző területeken vezet be célzott intézkedéseket. Jól látható az, hogy ezt teszi azért, hogy különösen az alacsonyabb jövedelmi rétegekbe tartozók vásárlóereje, jövedelme ne csökkenjen, és próbálja tulajdonképpen úgy lendületbe tartani, lendületbe hozni a gazdaságot, hogy a legszerényebb jövedelemmel rendelkező kiadásai ne emelkedjenek meg érdemben. Voltak korábban elemzések előzetesen is és utólagosan is arra vonatkozóan, hogy az ástop jellegű intézkedéseknek milyen hatásuk volt. Előzetesen ugye azt vártuk, azt láttuk, hogy 2-3 százalékos infláció csökkentő hatása lehet ezeknek az intézkedéseknek. Ugye ma már látjuk, hogy érdemi volt ez a hatás, hiszen ugye az üzemanyagokra vonatkozóan megszűnt ez a jellegű intézkedés és ugye piaci áron vásárolhatnak a szereplők, most már lakosság is egyébként üzemanyagot, tehát nyugodtan mondhatjuk, hogy érdemi befolyásoló szerepe volt az ástoppoknak, illetve a még mindig meglévő rezsicsökkentésnek, Ugyancsak az az eredménye, amit tulajdonképpen a kormányzat célkitűzésként meg is fogalmazott, hogy a legszerényebb jövedelmű háztartásoknak a kiadásai ne szökjenek az egekbe, meg tudják tartani a jövedelmüket, és ugye továbbra is úgymond lendületben maradjon a gazdaság, ne csökkenjen érdemben a vásárló ereje azoknak, akik a az alsó jövedelmi decilisekbe tartoznak. Az árstoppokat említette, az élelmiszerekre vonatkozó árstoppok időtartamát meghosszabbította a kormány tavaszig, és ez az az intézkedés csomag, ami a legtöbb vitát váltotta ki az elmúlt idő Szakban. Vannak, akik azt mondják, hogy hát pont az infláció normalizálódásának az ütemét lassítja. Még a legtöbben abban egyetértenek, hogy a szociális cél az megvalósul, ahogyan ön is említette, az alacsony keresetűek hozzá tudnak férni olyan termékekhez, amelyek egyébként drágulnának. Az árstoppoknak mi volt a? Az a hatása, amely mondjuk ragadós lehet a környező országokban. Azt tudjuk tulajdonképpen elmondani, és ezt nem lehet elégszer ismételni, hogy a szokatlan, nem szokványos külső körülmények, gazdasági helyzet nem szokványos megoldásokért kiállt. Alapvetően abban az esetben, hogyha stabilak a fundamentumok, a gazdaság úgymond rendben van, nincsen külső befolyásoló tényező, a gazdaságpolitika nem gondolkodik ástopokban, viszont egy gyorsan változó rendszer van, egy külső körülmények által jelentősen befolyásolt gazdasági rendszer vesz bennünket körül, és ugye ebben a tekintetben más megoldások szükségeltetnek az élelmiszerek esetében a kormányzat meghosszabbította az ástop jellegű intézkedést. Itt is nagyon jól látható, hogy próbálja megtartani azt a fogyasztói kosarat, ugye a kormányzat, amely már egyébként ugye rögzült sok százezer háztartásnál. Na most, ugye ez a magyar intézkedés részben egyedi, sajátságos magyar részben nem. Láthatunk arra vonatkozóan példákat, hogy más országokban, például szomszédos országokban is minimum eljátszanak a gondolattal, sőt be is vezetik például az ástopot. Horvátországban láttunk például ilyet, vagy egyébként Szerbiában is, de uh, nem csak Európában, hanem Európán kívül is uh, megpróbálják bizonyos indokolt esetekben rögzíteni a termékek árát. Ezzel segítve például, igen, Latin Amerika több országában is, egyébként meg Európában is van még egyébként Horvátországon, illetve Szerbián kívül is más példa, tehát így próbálják uh, úgymond nem elengedni, az alsó jövedelmi kategóriába tartozó állampolgárok kezét. Amikor már a szomszédokról beszélünk pont Szlovákiában, az most az egyik legnagyobb probléma, hogy az árstoppokat nem tudják majd tartani, legalábbis, hogyha nem alakul, meg a költségvetés, nem fogadják el ott a, ott a kormányválság miatt, most gyakorlatilag ez egy óriási kérdés, hogy mi lesz majd az energiaárakkal, az élelmiszer és az üzemanyagárakkal, hogyan tudják a lakosságot segíteni, hogyha visszatérünk Magyarországra, és az úgynevezett árstoppokra, vagy azokra az intézkedésekre, amelyeket ön is rendkívülinek nevez, a kamatstopp is továbbra is érvényben van. Az látható, hogy ez mekkora teher tölmentesíti az embereket, mennyire nem mondjuk a fizetés, hogyha ez most megszűnne december 31 el Ugye azt láthatjuk, hogy ugye eléggé komoly gazdaságtörténeti szellet már Magyarországon a, a, kamatstopp, Ugye ezzel, ezzel az intézkedéssel a koronavírus járvány sűrűjében találkozott először a magyar magyar lakosság, először ugye a lakosság, aztán kiterjesztették ugye a vállalatokra is, itt is ugye ilyen becslések vannak, nagyjából azt mondhatjuk, hogy a 55 milliárd forintnyi segítség érkezik ugye a gazdasági szereplőkhöz ezen intézkedés révén. Nyilván ez a jellegű intézkedés nem tetszik a bankszektornak. E, rendkívüli idők, rendkívüli e, megoldásokért kiáltanak, ugye ezzel a módszerrel próbál, ezzel a, ezzel a megoldással igyekszik segíteni a kormányzat az érintett szereplőknek. Más országban is volt ilyen jellegű intézkedés, ugye e, Más országban is megfigyelhető volt, hogy ehhez az intézkedéshez nyúltak. Tehát ez is részben, fele részben magyar, meg fele részben nem feltétlenül hazai sajátosság, novum. Hogyha az Európai Uniót nézzük, akkor sokan tették fel és teszik fel a kérdést. Mostanáig, hogy ha az árstoppok működnek itthon, akkor mondjuk miért nem működnének az Európai Unió az orosz energiahordozókra kivetett ársapkák, például a gázra vagy a többi termékre? Mi az alapvető különbség? Ugye itt nagyon sok szereplő, sok komponensű a, a történet. Ugye arról van tulajdonképpen szó, hogy a magyar rendszerben egy meghatározott viszonylag szűkebb volument képviselő termékkörre vezetik be ezeket az intézkedéseket. Ugye ott pedig abban a relációban egy, egy hatalmas volumenről van tulajdonképpen szó. És hát ugye azért is rendkívül komplex ez a történet, mert nem csak egy vagy nem csak két szereplője van ennek az intézkedésnek. Például nagyon jól megfigyelhető az, hogy a különböző szankciók bevezetésének eredményeképpen, ugye Európa továbbra is vásárol ilyen olyan energiahordozókat, és ugye Oroszország megkerülni, vagy próbálja megkerülni a különböző szankciós intézkedéseket harmadik, negyedik fél bevonásával, és ennek ugye pedig tulajdonképpen az az eredménye, hogy sok esetben azok a megvásárolt nyersanyagok, energiatermékek például jóval magasabb áron kelnek el az Európai Unióban, tehát ugye az európai adófizetők egy jóval nagyobb összeget kell, hogy kifizessenek, mint akkor, hogyha esetleg közvetlen export, illetve import valósulna meg. Pásztor Szabolcsnak köszönöm szépen, hogy itt volt és mindenről beszélhettünk. Köszönöm szépen én is.